A Color Country következő állomásán, Sajó Szentpéteren, augusztus 19-én este 7-től a Bravo Johnny szórakoztatta a fesztiválozókat. A koncert előtt Csorba Csaba, a Sajó Szentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár, Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Az intézményvezető a KVTV érdeklődésére elmondta, a város számára öröm volt, hogy csatlakozhatott a Color Countryhoz és a fesztiválhoz. Kazincz Barcika mellett, és hát én úgy tudom, hogy azért ez a második legnagyobb város itt Kazincbarcika környékén, tehát ezért mindenféleképpen fontosnak éreztük azt, hogy egy ilyen nagyobb város is csatlakozzon már ez a fesztiválhoz. Hát ugye 5 éven keresztül, mióta ugye a Color Fesztivál megy, nem szerepelt Sajó Szentpéteri program, de most úgy gondoltuk, hogy akkor mi is csatlakozunk ehhez a rendezvényhez. De egyébként ugye van itt a Kazincbarcika és Sajó Szentpéter kulturális együttműködésének régebbi kapcsolata, hiszen amikor még Borsodi Művészeti Fesztiválként szerepelt ez a programsorozat, akkor minden évben volt program Sajó Szentpéteren, volt úgy, hogy 2 alkalommal is, de ez a helyszín itt a Bercsényi tér, ahol a mai esti program lesz, ez aki a 2001-től azt hiszem 2011-ig rendszeresen helyt adott fesztiválos programoknak. A Bravo Johnny egy vadonatúj hibrid rockabilly formáció. Saját dalok írása mellett ismert zenék feldolgozását is célul tűzték ki. A klasszikus rockabillyből kiindulva, de határait átlépve valami újat, érdekeset próbálnak megalkotni. A fiatal zenekar Sajó Szentpéteren is nagyon jó hangulatot csinált. A 8 henger, én is lecsük ez érdekel, unalom már kiabál, csak várj, yeah. A lányok mindjárt megjönnek, a hátsó ülésen elférnek, hajam úgy áll, ahogyan kell, irányok úgy előtt látsz.